Jó estét kívánok, Balázsovics Lajos, elhaló hangon azt kezdtem, hogy egy jégbüfé, kérdezte döbbenten. Ez ennek a műsornak a címe, azért jégbüfé, mert nincs köze semmihez a világon. A jégbüfé, ez egy nagyon jó kis hely volt. Az nagyon jó hely volt, így van. És most is van valami helyette. Helyette, ott nem volt. A játékszín is egy nagyon jó kis hely volt. Igen, igen. A helyet is van most valami. Van. Nagyon simán kiheverted? Tulajdonképpen igen. Egy kicsit nehezebb volt, mint a többi életem kudarca, mert bizonyára volt más is, mert szóval nem így terveztem a végét. Az ember tervez valahogy, és aztán nem úgy történik. A játékszínek a végét? Nem, az én mandátumom, hát ugye két év volt hátra, az két év volt még hátra, és hát ne. Hát csinosabban akartam abba hagyni, tehát nem úgy, hogy itt azért ez nem volt olyan szép történet. Jó, az a helyzet egyébként, hogy csak azért vágtam bele a közepébe, mert mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor belefutottam ugyanebben a millióben, kicsit más díszletelemek között, ennek a televíziónak a vezetőjével beszélgettél, szerintem az egy jó éve legalább volt az a beszélgetés. Igen. És szépen végigmentettek lelkiismeretesen a te pályaiveden, meg tulajdonképpen az összes fontos életrajzi elemeddel jelen voltál már ezen a képernyőn, és azt gondoltam, hogy aki nézi ezt a televíziót, annak ez megvolt. Végigmenni még egyszer nincsen értelme, bár nagyon izgi volt nekem a te élettörténeted, mert azokat ilyen elemenként én nem dolgoztam fel, mert arról volt képem, hogy mit csináltál színészként. Főképp a filmszerepeiddel kapcsolatban, mert mint annak idején deréksznob tinédzser, minden Jancsó filmet néztem, és azért Jancsó vezető színészének lenni azért az nagyon nagy dolog, nem? Úgyhogy azt gondoltam, hogy 3-4 olyan dolgot, ami engem különösen érdekel, azt én újra rágcsálnám veled, mert azok csak érintve voltak, és aztán még kérdezlek olyanról, amiről vagy van hajlandóság benned beszélni, vagy nincs, hogy érint mindaz, ami Magyarországon most van. Mert valamiért az az érzésem, hogy olyan alkatú ember vagy, aki reagál az őt körülvevő világra. Nem minden színész hajlandó erre, vagy nem minden színész szereti ilyesmiről beszélni. Szóval, hogy a saját mániámon kezdjem. Ja. Jancsó színésznek lenni milyen volt? Mert olyan egykedvűen beszéltél eddig erről, igen, hiszen gyakorlatilag tinédzser korodban kikapott téged Jancsó, nem? Még főiskolás voltál. Hát ez volt a második filmem, harmadéves voltam, igen. Sára Sándor után jött a Jancsó, a Fényes Szelek, és aztán nagyon sok-sok Jancsó. Hát nekem nagy kedvencem volt a Fényes Szelek, nem csak nekem, hanem az ilyen értelmiségének edző gimnazisták, azok nagyon oda voltak a Fényes Szelekért. Igen, tudom, örülök neki. Tehát egy nagyon-nagyon gyors, meg nagyon jó indulás volt. Tehát tulajdonképpen főiskolásként, harmadéves főiskolásként rögtön két nagy film, és rögtön a televíziók is. Esztergály és Karcsinál forgattam először egyébként a tévében. Az is milyen szép ember volt azon kívül, hogy nagyon jó rendező, na jó, igen. És hát aztán negyedéves voltam, amikor a Pécsi Filmszemlén én kaptam a legjobb főszereplő alakítás díját, vagy nem tudom pontosan, hogy hívták. És nem utáltak nagyon érte? De, nagyon. Tehát azért mondom, hogy ez Magyarországon egy ilyen gyors indulás, és utána rögtön egy ilyen díj. Még az volt a szerencse, hogy játszottam aznap este, tehát nem tudtam lemenni, átvenni. Tehát olyan... Csak fölhozták ezt. Ez a nem tudom átvenni, ez a pályádat végigkísérte, nem? Ez a pályádat végigkísérte, hát igen. Kádba is más ment helyettet. Így van. Tehát ez a gyors indulás Magyarországon egy kicsit, akkor a Madách Színházi szerződés rögtön. Fel sem merült, hogy vidékre menjél? Hát két ajánlatom volt, a Várkonyi és az Ádám Ottó. Aha. És mivel az Ádám Ottó vett föl engem a főiskolára, ugyan szinetárhoz jártam, csak a szinetár akkor éppen külföldön volt, amikor tehát az osztály nagy rész, szóval hogy alakult a szinetár osztály, kiket vettek föl, igazából az Ádám Ottó döntése. Tehát a Miklós De az, hogy utána meg normális maradtál, az meg a szinetár vezetése szerintem, mert a főiskola
sok hírt hallottunk mi civilek arról, hogy a főiskolán benneteket először olajba sütöttek meg, aztán még le is daráltak, tehát hogy a személyiségépítésnek ott ilyen nagyon sajátos módszerei mentek. Kivéve a színétár ez nem vonatkozott. Nem, a színétár az... Egy életvidám, egészséges ember volt. Életvidám, egészséges ember volt mai napig, hála jó Istennek, és tehát ő azon dolgozott, hogy a szakmából megtanuljuk, amiket meg lehet tanulni egyáltalán. És csak hogy, ilyen normálisan egyszerűen, és hogy én normálisan, nem lerombolni, és utána felépíteni? Nem. Azt te hagytad volna egyébként? Nem, azt én alkatilag nem bírtam volna. Biztos, hogy nem bírtam volna. Túl normális vagy színésznek, nem? Már ilyen az érzékenység... Ez kollégákat ilyen... nehogy megsértsük ezzel. Nem. Úgy értem, hogy normális. A színésznek nagy része nagyon érzékeny, meg nagyon... Tehát lehet úgy is reagálni a világ dolgaira, hogy egyébként az ember nem dől a kardjába, vagy nem vág eret abszolút, magán állandóan, persze. Mert valami érez rólad nem ilyesmit feltételez. Jó, hát nézd, ez egy veszélyes szakma. Ez egy veszélyes szakma, tehát itt... Miért sok hülyének van kitéve az ember? Sok hülyének van kitéve az ember egyrészt, másrészt, hogy mondjam, tehát nem szabad elhinni azt, magyarul a földön kell maradni, el kell hinni ja, minden. Hogyha rajonganak, akkor igen, nem szabad elszállni? Hát nem szabad elszállni. Hát jó, persze, mindenki azzal kezdi, hogy nem szabad elszállni. És aztán közben... elszáll? Hát nem tudom, mert színész az például nem voltam, és a magafajta riportereket ilyen típusú rajongás nem éri el, de téged tényleg fiatalon ért el ez a rajongás. Kétségtelen. Még most is azt mondta valaki, aki a filmgyárban dolgozott, fiatal nőként akkor, most igen. Már egy érett asszony, és az egyetemen dolgozik, és azt mondta, Lajos, emlékszel, milyen gyönyörű volt? És akkor mondtam, hogy igen, emlékszem, mert hiszen nekem is megvan a filmekből, hogy te egy nagyon jelentékeny külsejű ember voltál, fiatal ember voltál, és valószínűleg, amikor szép fiatalokat válogatott a Jancsó, akkor ez egy szempont volt, nem? Tehát, hogy a karriered eleje azért az mégiscsak erre épült. Elképzelhető, nem tudom. Annyit, hát annyit, a fényeszeleknek ez koncepciója volt. Igen, tehát annyit tudok, hogy a keresett egy színész, sok színész keresett ehhez a filmhez, és a Sárasanyi ajánlott neki. Aki viszont már színészként foglalkoztatott, tehát ott színészként kevésbé volt fontos, hogy mennyire vagy szép. És ugye az fekete-fehér film volt, tehát a Miki nagyon meglepődött, amikor a filmgyári büfében találkoztunk, hogy nekem vörös sajam van. De nem volt ellene kifogás. Nem. Azt hitt, hogy egy fekete hajú pasi vagyok. Mikor lettél kopasz? Ez lépésről lépésre ment. Várjál csak olyan... Hát... Nem tudom... 50 éves korom körül kezdődött ez, és... Rendszerváltás után vesztette el vörös rendszerváltás után teljesen megkopaszottam. Azért, mert tudtad, hogy a vörös már nagyon nem divat. Vörös az nem divat, igen, az nem jó szín. Jó, szóval hirtelen sztár lettél. Most már így mondanánk. Akkor szerintem 68 körül nem mondtuk, hogy sztár. Abszolút nem. Sőt, tehát ez nem is volt egy... Hivatalosan sem szerették ezt a kifejezést talán. Úgyhogy... Nem, ha persze, hogy nem szerették. Nem szerették. Igen, hát aztán akkor utána azért voltam lent is, fönt is, tudott, tehát azért az... És mikor voltál lent utána? Miért voltál lent? Hát akkor 69-ben jutottam ki először Rómába. Mindegy, ez a két film volt a Cannes-i fesztiválon, nem akarom, ezt egyszer itt elmondtam. Tehát, és ott a Visconti a Sára filmje és a Jancsó filmje egy időben volt a Cannes-i fesztiválon. Azért voltak egy időben. Csak te nem voltál ott abban én az nem egy voltam időben. Ott. Én nem. Mert hogy igen. Úgy sikerült nyerni, hogy helyetted ment valaki a stábból. Igen. Hát általában... Legalább rendező volt kint? Rendező az kint volt, aha. Tehát a Sára is kint volt, meg a Jancsó, és Andrea Drahota volt kint, azt hiszem, a fényes szerel kapcsán. Egyébként hölgyeket, színészeket inkább vittek, mint igen, férfi színészeket. Így utólag arra gondolok, hogy a Törőcsik is azért volt kint sokkal korábban, igen, mint igen, te. Igen. Meg még rendezőben a Mészáros Márta is többet forgalmazta, hatta magát akkor, amikor az, nem az volt a hivatalos vélemény, vagy elképzelés, hogy ahogy a fiúk nem biztos, hogy visszajönnek. Kivéve téged. Hát én állom visszajöttem. Magyarázd el, mert ez lett volna a második napi rendi igen, pontunk. Hogy miért jöttél vissza? Nem is az, hogy miért jöttél vissza.
Visconti ott hevert a lábaid előtt. Ez a, általános pletyka rólad, aznak, aki nem majd a falvédőről. Még most is, amikor egy barátom el volt Ischia, vagy hogy hívják a villája, azt Ischia, a helyet, Ischia, ahol a villája igen, van, igen, igen, igen. A nyaralója van Viscontinak, még ott is elkezdte beszélni egy kolléganőmnek, hogy és a Balázsovics itt volt jelen a és nem tudom én, ide jött a Zonaszis, és tehát, hogy elmesélgettek igen, egy sztorit veled kapcsolatban, igen. Ez annyira benne maradt a magyar színházi köztudatban. Nem állítom, hogy az emberek nagy része tudja ezt, de benne. Hogy téged mindenáron föl akart szedni a Zonaszis, már nem mint pasit, hanem mint színészt meg akart kaparintani, működtetni akart. És hogy valamennyire ez működött is ez a dolog, mert hogy 5-6 évig te járkáltál ki Olaszországban. Aztán úgy ellaposítottad te ezt az egészet, mert nem döntöttél, nem maradtál ott. Pár évvel ezelőtt Bolognában tették föl nekem, a 3 vagy 4 évvel ezelőtt meghívtak a Bolognai Filmintézetbe, és az ottani igazgató egy Jancsó filmet vetítettek egyébként, és egy 300 személyes mozi tele volt. És ott tették föl ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért nem csináltam karriert Olaszországban. Uh-huh. Nagyon egyszerű, tehát ugye először visszajöttem, akkor először volt a Cavani film, amire egy kis rásegítéssel, de kiengedtek. Azt igazából a Malonyai Dezsőnek köszönhetem, hogy végül is kiengedtek. És a Viscontinak, hogy megszerezted a filmet? A Viscontinak, hogy a Cavani... Egyáltalán köszönhetsz valamit a Viscontinak, azon hát kívül, többek, hogy többek, szeretett volna többek, téged foglalkoztatni? Többek között ezt, és ő akart velem egy filmet csinálni. De az nem jött létre. Az nem jött létre, mert agyvérzést kapott és meghalt, de meg, hogy mondjam, ez a Thomas Mann kiválasztott című kisregényében. Nem? Az egy félreértés volt. Igen? Azt itt, aki csinálta vele a riportot, az vagy nem tudott olaszul, vagy aki fordított, az félrefordította. Tehát most csapongunk itt, akkor visszamenjek a Halálverencében. Nem. Halálverencében szó se volt. Szó se volt, tehát a Taggiót már rég kiválasztotta a Visconti, amikor Magyarországon keresztül utazott egy stábbal, Svédországból jött, ahol megtalálták a Taggiót. Uh-huh. És mivel a stáb egyik tagja se volt Budapesten, ezért a Cannes fesztivál után pár hónappal mondták, hogy akkor menjünk el Budapestre, és akkor... Egy városnézésre indult, és akkor kaptam egy táviratot, hogy a Gellért szállóban vagyok, legyen szíves, keressen föl. Luciano. Tessék? Aláírás Luciano. Lucchino. Lucchinónak mondja? Luciano Pavarotti és jaj, Lucchino. Jaj, bocsánat, akkor összefüsszem. Ez két név, van a Luciano és a Lucchino. Aláírás Lucchino. Jobb lett volna, ha maradok én a vezeték nevénél. Abban legalább biztos voltam, na ugye? Na jó, mindegy. És egy és ilyen távirat eljött. Azért szíven csapja az embert, nem? Igen, de... Nagyon hülyén hangzik, hogy utólag elmondani. Tehát én mivel harmadéves koromban főszerepet kaptam a két jelentős rendezőnél. Tehát olyan természetesen mentek a dolgok. Hogy tehát, akkor most jön a nemzetközi karrier, és ki? El voltam én már akkor szállva teljesen? Nem voltam elszállva. Valahogy olyan, nem tudom. A világfilmművészet. Örültem, de nem... Mindegy. Igen. És akkor megnézett két előadást, megnézte az Egy pohár vizet a Madásban, ami... Ez már egy habkönnyű cucc, nem? Habkönnyű cucc, ez zenés volt. Gábor Miklós, Tolnai Klári, én, stb. És még megnézte az Éjjeli menedék helyet, ahol az Aljóskát uh-huh. játszottam. Majd utána történt valamilyen levelezés, de hát nem igazán, hogy mondjam... működött az, hogy én kimenjek. És akkor kaptam egy nagy borítékot, benne egy angol nyelvű forgatókönyv, hogy egy levél, hogy Liliana Cavani vagyok, és ennek a filmnek a főszerepét ajánlom föl önnek. A próbafelvételt nem kell csinálni, mert a Jancsó filmet és a Sára filmet elfogadtuk, mint castingot. Tulajdonképpen a hivatalos része intéződött is, meg nem is.
Lényeg az, hogy az említett Maronyai Dezsőnek köszönhetem, kaptam egy lökést, hogy az Interkoncert végül is belement ebbe a történetbe, hogy elutazhatok, ugyan a gázsit sokalták le, és alkuttak valamit a gázsiból, hogy ez túl sok, meg ez az őrületek voltak akkoriban. Hogy hát, hogy ennyi pénzt a Páger nem kap itt egy filmért, akkor hogy képzeli hát azt, hogy... fantasztikus, lealkutták a gázsit. Picit levettek belőle, igen. Vagy és azt is leadóztatott, amit aztán... Nem, az egyoldalú adózás volt, csak Rómába kellett adózni. Értem, akkor hazahoztam. Mindegy, lényeg az, hogy én itthon megtanultam a szöveget, és kiutaztam körülbelül egy hónappal a forgatás előtt Rómába, ahol még volt egy felkészülési időszak erre a Milarepa című filmre, tehát kevesen tudják, hogy ez egy nagyon ismert buddhista, vagy buddhista, hogy mindegy, hogy mondjuk, szentjük, és erről most nem akarok sokat mondani, de ezt a főszerepet játszottam. Őt játszottad magát? Őt magát főszerepet, és ez a film is kikerült Cannes-ba. Ugyan közben elfogyott a pénz, és a Rai beszállt. Tehát azért volt, azért volt nehéz, két filmben, egy Pazolini filmben, meg ebbe szállt be az olasz televízió, de mind a kettőt azért elvitték Cannes-ba. Tehát az olasz színekben, olasz delegátként kijutottam Cannes-ba aztán. És az nem kapott díjat? Nem kapott díjat. És jó film volt egyébként? Szerintem jó. Interneten meg lehet nézni, meg a nyitott műhelyben vetítették magyar felirattal a múlt héten. Tényleg? Igen, a Andrássy úti, onnan múzeum nevét. Andrássy úton ott ilyen kelet-ázsiai múzeum. Jó voltából volt az egész történet. És megnézted magadat? Meg, kíváncsi voltam volt ennyi idő után. Ja, hogy én jó voltam? Jó. Igen. Egy kicsit... Na, de ez volt már a vége, de akkor már ugye a Visconti beteg volt, nem sokára meg is halt. És még a Jancsóval egyszer voltam, ez a bizonyos Vici Privati Publike Virtu című. A magánbűnök az erkölcsök, ott kellett magyarul ilyen címen ment, igen, így van. Aha, igen. Ezt... Hát ha szigorúan veszed, akkor mindegy, ez a magyar címe. És, ja, mert hogy nem ez lenne a de ez végül is, így fordítottam, Miki, hogy egyéni bűnök, közös erények, vagy nem tudom, az volt az elképzelés. Vagy eredeti cím. És ezt Olaszországban forgattátok? Nem. Több hónappal korábban a Mikéhez kiutaztam, és ezt Horvátországban forgattuk. Magyar határhoz közel Ormos nevű, nem tudom. Jó, de ez a Jancsónak az Olaszországban töltött periódusához kapcsolódó. Így van. És akkor több lehetőség volt. Annyiszor elmondtam, de jó, nem kell végigmenni rajta, az érdekel, hogy nyitva jöttem? Volt neked a lehetőség. Igen. Ha ezt jól megállapítom időben, te voltál egy fiatal házas voltál. Én azt szerettem. Azért nem mentél el, mert nem akartad kockáztatni a feleséged karrierjét? Vagy annyira nem érdekelt a sajátod se? Mert egyébként az nagyon lenyűgöző, ahogy beszélsz erről az egészről, ez egy kicsit olyan, mint hogyha nem a saját életedről beszélni. Tehát ja, hogy egy kívülállóként? Távolságtartással, igen. Végigmondod egy közepesen unt másik élet. Úgy igen, beszélsz igen. Róla. Jó, hát én azt reméltem... Nyilván a saját életedről beszéltél már eleget. Világos, én azt reméltem, tudod, hogy lehet jönni-menni. Tehát, hogy jó, hogy határok voltak, meg minden, de... És ez nem jött össze. Ott kint megértették, hogy ahhoz, hogy én kiutazzak, ahhoz kell egy ablak az útlevelembe, az ablak után kell egy vízum, erre idő kell, tehát ez nem úgy van. Ott mindenki értette. Majd amikor hazajöttem, akkor jött egy telefon, hogy mit tudom én, pénteken, kétszer volt azt hiszem gép Rómában, azt hiszem kedden vagy pénteken, nem emlékszem a pontos napra. És hogy akkor a legelső géppel kedden kimehetnék egy castingra. És akkor elkezdtem megint
előről, a kályhától. Hiszen tudod? Nem fért a fejükbe. Hiába nem mutattak értelmet, amikor elmondtad, hogy ez itt így van. Igen. A reflexeik nem arra jártak. Tehát ugyanúgy szóltak, mint hogyha neked egy másik olasz városból kellett volna oda. Így van, tenni. Így van. De igen. Ott kint értették az egészet. Mert, úgy látszik, mint mert értenék, amikor például a munkavállalási engedélyt intézték a Cavani filmben, mert én kiutaztam, nem volt munkavállalási engedélyem. Akkor azt úgy kaphattad meg, hogy elhagyod az országot, egy másik ország olasz konzulátusán, követségén beütik a munkavállalási permesso di lavorot, majd aztán visszamész Rómába. És akkor én mondtam, hogy akkor jó, akkor én visszamegyek Budapestre. És mondták, hogy az nem egy jó ötlet, mert volt itt egy orosz színész, aki ugyanazt mondta, hogy visszamegy Moszkvába, és majd jön, és soha, és azóta is várják. Úgyhogy én Svájcba mentem át, és ott ütötték bele azt az engedélyt. Tehát bonyolult adminisztráció volt. A másik, hogy színházban szerettem volna játszani. Tehát nem a feleségedet nem hagytad ott, hanem a színházat? Se a feleségemet, se a színházat. Tehát azért ez jó, az elején még nem voltam nős, amikor az egész olaszországi kaland kezdődött. De hát azt mondtad, vagy azt olvastam, már nem tudom, hogy ez ilyen 75-76-ig tartott. Így van. Addigra te már javában Akkor már igen. Hát ha ez az utazás megvolt, attól lett volna. De voltak még apró problémák, ugye, hogy az Eduardo de Filippo azt mondta, mert azt mondtam, hogy én színházban szeretnék játszani. Azt, hogy meg fog tanulni úgy olaszul, hogy az ő színházában játszhatok. Ez reálisnak tűnt? Hát nekem ő azt mondta. Ja. Már hogy megtanulok annyira olaszul? Igen. Hát te... Annyira jól tudtál? Nem, hát nézd... Megpróbálom finoman megfogalmazni. Amikor, mit tudom én, körülírom. A magyar éjszakában bizonyos hölgyek nagyon hamar megtanultak érdekes módon olaszul. Tehát nagyon könnyen tanulható nyelv. De hogy mondjam, nem a hangszálaikkal keresték a kenyerüket, jó, meg a dialektusokkal, meg ilyesmivel. Jó, szóval meg tudtam volna tanulni. Aha. Úgy, hogy színházban lehessen játszani. De az is olyan hosszú útnak, meg olyan macerásnak tűnt akkor... Tehát tulajdonképpen nem volt kedved az egésznek a körülményességéhez, a nehézségéhez, ezért aztán nem is sajnálod, hogy kimaradt ez a karrier szakasz igazából. De bosszankodtam. Kicsit megvolt, kicsit nem volt meg. Kicsit megvolt, kicsit olyan nem nagyon volt. Nem, azért lovagoltam ezen, mert igen. Ugye tele van, biztos te is olvasod, vagy legalábbis igen. Hírt veszel arról, hogy magyar színészek, színésznök időről időre megpróbálnak karriert csinálni külföldön. Ráadásul jó színészek, tehát ilyen ígéretes fiatalok, hús elmennek, ráadásul őket már gyerekkoruk óta tanították nyelvre, mert az már nem volt probléma, majd hús nem csinálnak semmit, mint ami a karriert. Nekem meg tálcán kínálták a lehetőséget. Neked meg ezelőtt 35 évvel, vagy nem tudom én hány évvel, amikor a vasfüggöny az egy plusz nehezítő tényező volt, lehet, hogy egy kis pikantéria is járt vele, azt nem tudom, de hogy minden nehézség ellenére neked valóban te utánad nyúlkáltak, és nem te próbálkoztál, nem te ajánlgattad magadat, és akkor sem nagyon érdekel, most van egy, van egy másik része is, amiről ritkán szoktam beszélni, vagy nem nagyon, vagy egyáltalán. Azért voltak információim, tehát nem akartam sem a szüleimet, sem a rokonaimat olyan helyzetnek kitenni, hogy megzárják majd őket. Uh-huh. Te azon kívül sztár voltál itthon. Akkor hát nem így hívták, de mindegy, itthon se volt kutyabajod se. Nem, de mondjuk a Róma nekem nagyon szimpatikus volt, csak aztán egy idő után az olaszok is belefáradtak, meg én is valahogy. Meg volt egy szerződésem a Miklósnak köszönhetően, tehát volt egy menedzser cég is ráadásul egy idő után, akik x százalékért állandóan hozták az ajánlatokat. És én meg állandóan mondtam vissza az ajánlatokat. Nagyon nehéz volt. Meg szóval ilyen képek jelennek meg, tudod, egyszer az akadémiával, a Via Giulián laktam egy lakásba, és ott délután szunyókáltam, és egy ilyen lany Zephyrus lengedezett, ahogy én hívtam, és akkor a függöny így mozgott, kint az udvaron pálmafa volt, és én barom megadtam a Pesti Színházba
itteni színházban a telefonszámomat. És akkor csörgötél, fölvettem, és akkor magyarul mondtad. Itt a titkárság, holnap után próba a színházban. És akkor mert egy kis szerepet játszottam a Giovanna Gagliardo filmében, most nem jut eszembe a filmnek a címe, mindegy. És akkor még úgy volt, hogy még két hétig ott maradok. És akkor hazajöttem próbálni többek között a Madács kamarában a Karinti című darabját, a papájáról szólt, Gábor Miklóssal, én voltam az egyik fia, a másik a Dégi Pista. Ugyan a próbákon mindig belegondoltam, mondom, mert most én hazajöttem az a Rómából, mindegy. És félbehagytál egy filmet? Nem, azt ott befejeztem. Ja. Ott egy pici jelenetem volt, mivel magyar, majd lovon bejön, fehér lovon, és akkor nincs fehér ló, csak szürke, tudom, csak azt hiszik, hogy van fehér ló. Az is tőlem nem tudtad volna meg, hogy nem? Nincs fehér. Nem. Tehát amit fehér lónak mondanak, az szürke. Értem. Jó, mindegy. És, de az befejeztem, és akkor... De nem érdekel. Most se érdekel, akkor se érdekelt eléggé. Nem látok, nem hallok egy fél ilyen fájdalmas nosztalgiát sem. Hát nem lehet egy életet fájdalommal leélni. De nem is, akkor se érdekelt eléggé, szerintem. Csak arra gondolok, hogy Banderas azt hiszem a tüdejét kiköpte azért, hogy Los Angeles felfedezze, ez megtörtént, és hogy neked valami hasonló volt, mert a Visconti egy világmárkának számított, amennyire tudom, tehát, hogy... De hát nem csak ő, hanem többen, hát nem akarom már neveket felsorolni, akikkel megismerkedtem. Még Antonioni is meg lett volna. Antonionival nem találkoztam. Uh-huh. Akkor ő majdnem mindig Amerikában volt, de hát sok a színészekkel, a Magnanival találkoztam, akkor még élt, már az első alkalommal, akkor egyszer a Claudia Cardinalival vacsoráztunk, a Miki meg én, amit a Jancsó meg én, akkor most hirtelen nem tudom, tehát nagyon sok emberrel. És a Róma az egy nagyon emberléptékű város volt, mert tulajdonképpen ma is még, de akkor igazából. És egy nagyon jó hely volt meg. Hát nem tudom, így alakult. Jó. Történelmileg. Oké, tehát ez volt az egyik a tisztázandó közül. Látom, igen, hogy továbbra se zavar nagyon, nem baj. Illetve hát nagyon egészséges természeted lehet, hogyha ez ilyen könnyedén van kezelve, és a másik része a dolognak, hogy tudom, hogy lettél színigazgató, ezt most nem mondatom el még egyszer, igen, veled, hanem hogy amikor vége lett a színigazgatásod, és kipiszkáltak téged a játékszínből, akkor ezt az egészet, ha most így utólag próbáljuk meg, mi lett volna, ha történelmietlenségével feldolgozni ezt az akciót, hogy lehetett volna, hogyha szembeszállsz, és hogyha ha keményen küzdesz, akkor meg tudod tartani a színházadat? Nem. Ez annyira, hát bizonyos részletekről soha nem beszéltem, nem is akarok, de információim voltak. Ez annyira elhatározott dolog volt, hogy hiába keménykedek, hiába próbálkozom. Hiszen én a háttérben ugye próbálkoztam a színház, nem én, hanem egy esetleg mögöttem álló csapat a színház megvételével. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, ahogy a Puskás ezt most megvétel. Tudni, hogy te... neked nem eladó. De azért neked nem, mert téged ilyen baloldali izének gondoltak? Valószínűleg igen. Tehát valószínűleg útba voltam, És te tudtad, hogy ezzel kockáztatsz valamit? Vagy hogy volt, tehát, hogy... Elég fineszes voltál te ahhoz annak idején, hogy mondom, mint hogyha ez történelem előtt történt volna, holott mint hány éve, 6 éve történt körülbelül. Csak azért szeretném megtudni ezt az egészet, mert én annak idején a Németh Kristóffal együtt dolgoztam, aki megszerezte tőled, vagy ja, előled igen, a játékszínt, együtt dolgoztam a Klubrádióban, és ő elmondta ezt nekem, és az a variáció, az egy teljesen épeszűnek tűnő variáció volt, hogy annak ez? Idején. Hát, hogy ő tiszta erőből dolgozott azon, hogy ezt megszerezze, mert már nem emlékszem sajnos a körülményekre pontosan, mert hogy ezt nem dolgoztam föl újra, hogy ezt majd
átbeszéljük, de hogy az egy ilyen teljesen posszibilis variációt adott elő, hogy meg akarta venni, ezt akarta, összpontosított le. Úgy tűnt abból, amit ő elmondott, azt hiszem, hogy minthogyha ez már nem a te meccsed és az ő meccse lenne, hanem mondjuk az ő meccse és a fővárosi, vagy a nem tudom, ugye ez? Ez egy bonyolult volt, mert minisztériumi színház és vagyonkezelőhöz is tartozott. Igen. Én hosszan abban bíztam, hogy ki tudom játszani a vagyonkezelőt meg a minisztériumot egymás ellen, de nem tudtam, hogy itt egy nagyon, nagyon elhatározott dolog van, és naív voltam. Amikor decemberben egy vizsgálat megbüntetett, ha most néztem meg a papírokat, mert én megvan minden nevekkel, mindennel, csak nem szoktam róla beszélni, több mint 30 millió forintra. Büntettek? A szokás igen, volt ilyen összegű büntetéseket? Nem volt szokás, azért büntettek meg, mert előtte kaptam egy levelet, hogy nem lehet jutalmat adni ebben az évben a minisztériumi színházaknak. De viszont nekem volt rá pénzem, úgyhogy én viszont a vagyonkezelő akkori vonalait gondoltam kihasználni, mert ez egy másik minisztérium volt, tehát ez a fellegihez tartozott. És hogy nekem van rá pénzem, hogy adjak. Ugyanis a játékszínben, mióta ott voltam, minden húsvét előtt és minden karácsony előtt mindenki kapott plusz egy fizetést. Uh-huh. És ez az összeg hasonló volt, tehát ilyen járulékokkal, izékkel, illetve több volt, mint amennyibe került ez az egész dolog. Akkor utána még kiharcoltam azt, hogy jó, kifizetem a 30 millió büntetést, de részletekben. És belementek a részletek. Lement a 30 millió, és akkor még mindig volt pénz a színházban. Tehát amiről a utódaim, vagy nem tudom, hogy hívjam őket, beszéltek, hogy üres kasszát találtak, az volt, hogy a végelszámolás alatt felszámolták a még ott lévő pénzt. Ez oké, rendben van. Tehát lenullázták magyarul. Én értem, hogy lenullázták, de ez nem is perdöntő része az egésznek. Te nyilván jól gazdálkodtál, ha valamire el akartak onnan két évvel korábban, hogy lejárt volna a mandátumot tüntetni, akkor azt szerinted azért csinálták, mert te baloldali értékrendet követő emberként voltál elkönyvelve. Valószínűleg vagy igen. Nagyon kívánatos volt a színház, és valaki egyrészt kívánatos is lehetett, ez az egyik. A másik, hogy tulajdonképpen kilőtte föl a startpisztolyt először, hogy nyugodtan. Neked véged? Igen, azt a mai napig igazából nem lehet tudni. Meg hogy miért? Meg hogy miért? Hát csak mendemondákat lehet. Tehát azt, hogy a Bibó Társaságnak odaadtam ingyen a jelképes összeget. Igen. És hát ott olyan közgazdászok ugye épp nem a kormány dicsérték a többek között. De hát, szóval ez egy hány fős színház? 200? 262, vagy nem 300 fős színház. Okay. Jó, hát rendben van, de azért nem a jelentőségét ilyen szempontból, vagy a tömeghatását egy-egy ilyen rendezvénynek, azt nem lehet a hát egyrészt, másrészt. Nagyon sok emberrel tárgyaltam a háttérben, tehát én megpróbáltam. Nagyon nehéz volt, mert ez mai napig azt mondom, hogy ez a, hogy nincs oktatás és kulturális minisztérium külön, Így nagyon nehéz, mert lehet arra hivatkozni, hogy akkor, most nem akarom elmondani, hogy X államtitkár mit mondott, hogy hát hova kell a pénz. Tehát azért kell ezt megszüntetni, mert ez a pénz kell a X helyre. Tudod? És akkor arra te választod, hogy jó, akkor csinálunk magánszínházat, akkor mi nem csinálsz magánszínházat? Hát ez nem derült ki. Ez nem derült ki. De akkor még volt TAO, ugye? Akkor abszolút volt. Abszolút volt az elején, még akkor kezdődött. Uh-huh. De ez, hogy mondjam, nem valamiért. Jó, nem, te nem. Ezt 20 évig csináltad majdnem, ugye? Igen, kerek 20 évig. Vagy kerek 20 évig csináltad. És tök sikeres volt gazdaságilag, mert hogy kitaláltál egy olyan irányvonalat ennek a színháznak, hogy arra mentek az emberek, és kész.
De a jelentősége a játékszínnek azért nem ugyanaz volt, mint amit aztán megcsináltak az Alföldivel és a Nemzeti Színházzal, mert annak mégis van valami jelképes súlya, hogy a Nemzeti Színházat bevenni, az más, mint a játékszínt bevenni. Hát itt, igen, ez részben igazad van, de a másik része, vagy igazad van, a másik része a dolognak, hogy itt nem az a történet lényege az elmúlt években, hogy melyik intézménynek van nagyobb jelentősége, hanem őt ki kell pöckölni a buliból. Erről szól a történet. Oké, akkor téged kipöcköltek a buliból színházigazgatóként. Kicsit triviálisan fogalmaztam, bocsánat. Ne, nagyon jól átvezettél, mert igazából az érdekel maradék időt azzal töltöd, hogy és amikor kipöcköltek, akkor te, aki egyébként, hogy mondjam csak, a színjátszást nagyon sokra tartottad, biztos az embernek van egy olyan állapota, amikor azt mondja, hogy igazgató vagyok, én akarok dönteni, vagy én szeretek arról dönteni, ki mit csináljon, milyen darabot nem. választok. Bejön a pénz, nem jön be, az egy személyiségnek egy másik állapota, mint a színészség. De simán híres színész voltál, jó színész voltál, akkor megtehetted, hogy megrántod a válladat és elmész színésznek. Te meg azért alig-alig mentél el színésznek. Megrántottam, hogy nem megyek el, alig-alig. Mert hogy azért csináltál egy hiányt, tehát hogyha éppen megcsóváltad volna, hogy hajlandó vagy visszavenni az eredeti állapotodat, akkor azért lett volna annak hírértéke, ha te elszerződ szerepekre. Tehát ugye a Balázsovicsot megint színházba lehet Volt két látni. Kicsi próbálkozás, ez egy beugrás a Pesti Színházba, a Karinti Marci Színházában egy kis szerepet. Igen, de hát azért az nem a világ teteje már, mint a PR szempontjából, tehát nagyon jó színház, de nem... Nem mondom azt, hogy most sem mondom azt, hogy soha, de... Már csak nagy szerepekre mentél volna, és nem voltak? Az egy nagyon klassz szerep volt, amit például a Marcinál játszottam. Az egy kis epizód volt, és azt nagyon szerettem. Nem a szerep mérete, valahogy az egész színház... Eluntam a színházat. Most jó, nem teszek ígéretet, de most éppen egy kollégámmal arról tárgyalunk, hogy talán mégiscsak. Fogsz színészkedni? Vagy csinálsz egy másik színházat? Elegem volt már. Ennyi nem volt benned, hogy nekiállj és csináljatok egy magánszínházat? Valakivel? Vagy te, hiszen téged mondjuk szerettek a színészeid, mert jó szerepeket lehetett nálad jó pénzért játszani. Tehát, hogy amit az Orlai tud, azt olyan értelemben te is tudtad, csak te nem magánszínházként csináltad. Nem tudom, valahogy elment a kedvem az egésztől úgy, ahogy van, és akkor azt mondtam, hogy kész, lehúzom a rolót. Ahhoz túl fiatal voltál, és túl aktív, nem? Igen. Úgyhogy egy kicsit nehéz is volt ezt így elhatározni. Nem lehet, hogy ti hátrahúzzátok egymást ebben az értelemben a feleségeddel, aki ugye... Színésznő, és az Valamikor abba kell ezt hagyni, hát ez nem egy olyan foglalkozás, amit folyamatosan meg örökké kell csinálni, nem tudom. Most talán jövőre most ott tartok, hogy talán jövőre mégis épp most egy barátommal, kollégámmal beszélünk valamiről, van egy ötletem, és talán megcsináljuk. Mert annyira azért érdekel, vagy most, csak ez az egy ötlet érdekel, és az meglátod, hogy mi lesz belőle? Ez véletlenül a szakmáthoz kapcsolódik, ezek szerint. Mert ezek olyan szerepet, most szerep mérettől függetlenül szívesen játszanék, ami... Nem tudom, Lír király szívesen nem, ami, amiben... Nem, az az meg... Hogy mondjam, amihez egy... Kicsit talán úgy az életemnek is köze van jobban, nem tudom. Mindenesetre van egy darab, amit szeretnék megcsinálni. Szeretném, ha megcsinálnánk, akkor így mondom. Te hagyod magad rendezni? Én abszolút. Igen? Én abszolút. Hát nézd, olyankor nem, hogyha azért volt már konfliktus az életemmel, hogyha teljesen az én szokásaimtól, elképzeléseimtől messze áll az, amit az rendező akar. Tehát a Színetár azért egy nagyon jó iskola volt, tehát
rendkívül rugalmasságra tanított bennünket, de tehát olyan nagyon faxnis színész vagy rendezővel nem szívesen dolgoznék, hogy itt viszked, de ezzel a kezemmel vakarom, meg nem tudom megfogalmazni, érted? Tehát meg igyekszem egyetérteni, ha nem hülyeséget mondanak, meg nem akarják a... Meg ha egyetértünk abban, hogy miről szól a szerep, meg miről szól a színdarab alapvetően, akkor én abszolút rugalmas vagyok. Hiszen a filmnél nincs sok beleszólásod. Ez a ha egyetértünk abban, ez egyébként egy szokásos színészi attitűd? Nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Úgyhogy... Jó, most akkor mit mondjak, hogy most végül is majd visszatérek? Igen, erre várok, hogy akkor visszatérek. Igen. Ha egyetértünk a rendezővel, akkor ha egyetértünk a rendezővel, én most... Na most ott tartunk, hogy holnap találkozom ezzel a nagyon jó barátommal, aki nagyon jó színész, és akkor, hogyha neki is tetszik az ötlet, akkor elindulunk valamilyen irányba ezzel a darabban. Klassz. Van még egy icipici idő, azt akartam Igen. mindenképpen megkérdezni. Tehát iszonyú józan vagy, nagyon kívülállóan beszélsz a saját dolgaidról, tehát magadat állandóan kontrollálva és kívülről szemlélve. Amikor ez a MeToo botrány belódult, akkor te mit gondoltál erről? Vagy mit gondolsz most róla, hogy már végre viszonylag leülepedett? Hát viszonylag. Hát nézd, bizonyára vannak olyan szituációk, amikor valaki nagyon, nagyon be van szorítva, mit tudom én, rázárják az ajtót. Az a nemi erőszak. Az a nemi erőszak. De hát azért, hogy mondjam, de hát biztos sokaknak nem tetszik, amit most mondani fogok, de hát ez kettőn áll a vásár. Tehát azért nem kell bizonyos szituációkba belemenni, amiből esetleg félreértések adódnak. Azon kívül ennek nagy részét... De hát, hogyha valaki félreérthetetlenül szeretné kipróbálni a fiatal kislányokat, akik egyébként nagyon szeretnének szerepelni. Aha. Tehát, hogy ilyen esendő vágyaik vannak, szeretnének, és ezért bizonyos mennyiségű áldozatot tudnának vállalni, de olyan nagyon nem akarnak. Hát nyilván van egy ilyen kettőség, uh-huh. Már rég voltam fiatal színésznő, de el tudom képzelni, hogy a karrier érdekében van valami késztetés, hogy áhítattal fogadják azt, amit a tekintélyes rendezőtől, vagy uh-huh. a tekintélyes színészóriástól figyelemben kapnak, csak aztán, amikor ez átfordul olyasmivel, ami nem jön jól nekik, akkor ennek 20 év múlva megvan a... Nem gondoltam én ezt végig, de értem, de a reflexeid mondani. Azok miről szólnak? Mert én azt gondolom egyébként, hogy az egész világon, nem csak Magyarországon, tehát hogy van egy rész, amikor az ember ki van szolgáltatva a saját karriervágyának is, Igen. meg azoknak az orvul visszaérő férfi disznóknak, akik mindent megengednek maguknak ezzel kapcsolatban. Hát ha vannak ilyen orvul visszaérő férfi disznók, azt én elítélem. Tehát az egy helytelen dolog, az, akkor finoman fejeztem ki magam. De... Még egyszer hangsúlyozom, nem a nemi erőszakról beszélünk, mert ugye az egy tök egyértelmű igen. helyzet. A nemi erőszakot elkövető, azt takarodjon, azt börtönözzék be. Igen. De ez a bizonyos helyzetekkel szexuális visszaélések, erőszakmentes szexuális visszaélések, amikbe aztán karrierek vesznek bele, hogy ezzel kapcsolatban volt-e gondolatod, amikor ez lejátszódott világszinten és magyar szinten? Hát volt. Bizonyára van ilyen szituáció, hogy valaki annyira akar karriert csinálni, hogy belemegy. Holott érzi, hogy ebből... Ki kéne menekülni? Hát ki kéne inkább menekülni, és azt kell mondani, hogy akkor inkább nem. Mert... Szóval... Láttál magad körül ilyesmit? Vagy volt ez annak idején olyan értelemben az orrod előtt ilyen fajta
Nem, megmondom őszintén, nem. Tehát abszolút nem. Illetve hát valószínűleg azt lehet mondani rögtön az elején, hogy tisztázni kell valami kettőnk közti barátságot. Ennyi. Ennyi. És ez soha nem fordul visszájára. Az utolsó pillanatig megmarad. Tehát sajnálod a Maltont? Igen. Igen, mert egy... Túl bűnhedi magát? Én azt hiszem, igen. Egy nagyszerű rendező. Tehát ez az egész egyébként arról jutott eszembe, mert hogy most olvastam egy, hát finoman szólva és korholó, nem kritikát, hanem ilyen cikket arról, hogy a Marton rendezett. Igen. Vidéken, az Oberfranknál Székesfehérváron, és hogy arra gondoltam, hogy egy ember, akinek a karrierjét megsemmisítették, tényleg nullára írták, hogyha megpróbálja az órát a víz fölé dugni, mert kap egy lehetőséget, hogy egyet cippantson. Akkor fejbeverik rögtön. Igen, hogy ez nincsen már túl büntetve. De túl van, abszolút túl van. Azon kívül én ott voltam a premiéren, ez egy remek előadás. Remek előadás, és egyik színész jobb, mint a másik. Tehát egyszerűen fantasztikusan jó előadás. Hát meg a Vígszínházban színházban futó előadásait is azt gondolom, hogy elég nagy ünneplés kíséri. Pontosan. Szóval az, hogy valakit egy nem igazolt történettel, ami... Nem egyel, sajnos túl sok volt az. Tehát, túl sok, hogy, jó. Igen, de azt gondolom, hogy annak a szakmai megsemmisítése valakinek, azért az elgondolkodnék rajta, hogy ez nincsen hát igen, túl büntetve. Ez túl van. Ez nagyon túl van. Nagyon túl van. Tehát itt egyszerűen az érzésem már, hogy a teljes megsemmisítés, nyírjuk ki, pusztuljon bele, vagy nem tudom. Szóval ez azért nem. Hát nem jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Remélem, hogy eleget beszéltünk rólad is, és nem az történt, hogy és akkor most egy kicsit beszéljünk a Martonról. Nem, sokat beszéltünk róla, túl sokat. Oké, tehát akkor ez volt a heti jégbüfé. Jövő héten is nézzenek bennünket. Köszönöm Balázsovics Lajosnak, hogy itt volt. Viszontlátásra.